Schmidt Zsófit és Kálát köszönhetően a műsorban lett egy új barátunk. Sziasztok! Sziasztok! Nos, a kutyapuszik jótékony hatása, ez a mostani témánk. Tényleg van jótékony hatása egy kutyapuszinak? Így van, több is, mint gondolnánk. Itt mit jelent az, hogy kutyapuszi, amikor a nóziát a nózinkhoz nyomja, vagy amikor megnyal? Az is, az leginkább a lelkünkre hat, hogyha az eszkimó puszit alkalmazzuk. Itt inkább az, hogyha mondjuk a bőrünket megnyalja, vagy hát nyilván nem arra gondolunk, hogy nyelves csókot adunk és szájon puszi. Néha az is megesik, amikor nem figyelünk oda és legugolunk hozzájuk megsimogatni. Inkább a bőrre és ilyen kisebb sebekre értik. Milyen hatással van a bőrünkre? Hát ez nagyon izgalmas, hogy ez onnan ered az egész, hogy kölyökkorban ugye az anyuka nyalogatja a kiskutyákat, tehát elsősorban ugye szeretett jele, tehát ezzel oldja egyrészt a stresszt is nekünk. Másrészt, ami így fiziológiailag olyan baktériumok vannak az ő szervezetükben, ami azzal ér fel nálunk, mintha egy probiotikus kefirt mondjuk, vagy egy joghurtot megennénk, vagy meginnánk. Ugyanis olyan mikroorganizmusokat indít el a mi szervezetünkben is, aminek ugyanaz a hatása, mint ezeknek a joghurtoknak, vagy kefireknek. Ez kifejezetten csak a kutyák nyálában található meg, vagy más állatok is nyalogassanak minket szeretettel? Úgy tudom, hogy csak a kutyáknak a nyálában van meg ez. A macskáknál például tisztító hatása van, tehát az inkább a szőrüket ugye, hogy tisztítgatják, nyalogatják. Többi állat az nem nagyon, tehát a kutyáknál van ez. Erre egyébként készült, mármint hogy erről készült valami kimutatás, vagy volt ebben valami kutatás? Volt több is, Hollandiában például kutatták az Amsterdami Egyetemen, illetve Amerikában. Arizonai Egyetem például több kutatás is volt erre, hogy milyen hatással van. Az egyik azt vizsgálta, hogy csak simán a bőrünket, akkor voltak, akik azt vizsgálták, hogy tényleg ha mondjuk így szájkörnyéken nyal meg, tehát teljesen be is jut a szervezetünkbe. És az biztos, hogy jó, hogyha teljesen bejut a szervezetünkbe? Mert azért rengeteg olyan baktérium is lehet benne, ami nem feltétlenül jó a testünknek. Így van, tehát most elsősorban az egészséges kutyáról beszélünk, olyanról, mint a Kála is, aki házi kedvencű szobában lakik, megkapja az oltásokat, féreghajtást, mindent, tehát ami kell. Tehát ő teljesen egészséges. Most egy olyan kutyánál, aki még egy kóborkutya, nem kapja meg időben az oltásokat, hordozó lehet, nincs mondjuk fürdetve, tehát hogyha mondjuk séta alkalmával bárhol meghempereg, akkor ugye felvehet bármit a más kutyáról is. És azok a kutyák, akik mondjuk be vannak oltva, szépen rendesen vannak tartva, de mondjuk nem a lakásban, hanem kint az udvaron, egy kertesház esetében ott élnek, velük is bátran játszhatunk, vagy hát a gyerekeinket odaengedhetjük? Nyilván azért a saját udvarunkat ismerjük, hogy milyen állatnak van bejárása, mondjuk egy kóbormacska, ha bejár, vagy akár ilyen madarak, akkor onnan van esély arra, hogy felvesz valami ilyen betegséget, de hát ugye itt se az van, hogy mondjuk, hogy mondjam, tehát hogy a szőrét úgy egy az egybe, úgy bekapjuk szinte, úgy puszilgatjuk, hanem csak odabújással, én úgy gondolom, hogy azzal nem lehet probléma. Igen, mert vannak azok az emberek, akik annyira szeretik az állataikat, hogy konkrétan együtt alszanak velük, és tényleg oda-vissza nyalogatják egymást, ha mondhatok ilyet, az feltétlenül egészséges, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy jótékony hatása van a kutyanyának. Hát mértékkel, hogy mindenhol az arany középutat kell megtalálni, úgy gondolom el. És a kutyák egymással szoktak ilyet csinálni? Most próbálom szépen mondani. Igen, egyébként nagyon érdekes, például a Kálának az egyik barátja, a Sárika, egy magyar vizsla, ő például szinte bele nyal a szájába a Kálának, és ez lehet egyrészt a dominancia jele is, illetve az, hogy játékra hívja. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen kommunikációjuk van, hogy így hívja játszani a Kálát. Egyébként ők tudhatják, hogy ez jótékony hatással van rá? Most tudom, hogy erre nehéz válaszolni, de tehát ők ezt nyugtató szándékkal csinálják, vagy gyógyító? Benne van az is. Én szerintem az ösztön leginkább, de ezek a hatásai mindenképpen megvannak. Mivel ugye a kölyök kutyák is nyalogatnak az emlő körül, amikor tejet szeretnének, az anyakutya is nyalogatja a kölyköket, tehát ez egy kommunikáció közöttünk, ugyanúgy, mint a simogatás. Ezért is például, hogyha szeret valakit, a kutyus odajön és elkezdi nyalogatni a kezét, azzal ezt a mozgást, ezt a kommunikációt követi le, tehát mint ami mondjuk a testvéreivel vagy az anyukájával volt.
Te egyébként szoktál a kutyáddal ilyen kapcsolatba kerülni? Nálunk általában az van, hogy legugolok, és akkor már is kapom így a telibe arcra puszit, ha nem figyelek oda, de egyébként előfordul. Azt nézem, Kála, hogy elég nyugodt nálatok. Ő milyen szerepet tölt be? Már így az otthoni életben? Igen. Hát nekem abszolút stresszoldó a Kála, tehát én nagyon szeretem megsimogatni, odabújni. Nagyon sokszor belemászik az ölembe, úgy viselkedik, mint egy macska egyébként. Teljesen most is, ahogy így eldölt, az abszolút macskás egyébként. Igen, itt kérdés, hogy mit lehet megengedni egy kutyának, és hogyan lehet őket nevelni. Te ilyenkor nem szoktál rászólni, ha mondjuk felmegy a kanapéra? Otthon nem. Viszont ugye idegen helyre megyünk, mi megkérdezem, hogy fel szabad-e menni. Hát egy agár az agarak, nagyon kanapé kutyák, azt szoktam mondani. Imádják a kényelmet. Idegen helyen nem megy föl, tehát akkor mondom neki, hogy nem, és akkor ő azt érti, hogy ott nem szabad. Persze megpróbálja, úgyhogy néha kell kicsit erélyesebben is megpróbálni, vagy hát rászólni, de otthon minden további nélkül. Ugye a legtöbb ember, amikor kutyát tart, vagy beszerez egy kutyát, akkor a tisztántartásával van a legtöbb probléma, az, hogy nem bírja ki a kutya addig, amíg kimennek sétálni. Te mit gondolsz a kutyapelusról, az egy jó taktika lehet? Hú, hát szerintem kutyája válogatja itt is, meg a gazdinak is következetesség, illetve hát hogy hogyan kezeli le ezt a dolgot. De mondjuk szerintem hasznos lehet, ha olyan a kutya. Na, szuper, akkor rengeteg mindent megtudtunk a kutyákról. Úgy álltam, hogy Kála mindjárt el is alszik itt nekünk a kanapén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én is köszönöm.